Szép jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit szeretettel! Az Ecoszert februári üzleti estjén. Pap Györgyi vagyok, előadó művész vagyok, ez az én foglalkozásom. Fogadják szeretettel Elek János urat, aki a programról fog nekünk beszélni. Köszönöm szépen a méltató szavakat. Bemutatom a programot, hogy képbe legyenek azok a vendégek, akik először vannak itt, és utána megmutatom, hogy mi az a segítséghalmaz, amit hozzá tudok adni magához a programhoz, hogy könnyebben menjen a munka. Akkor vágjunk is bele, Ecoszter föl, egy akár a napi aktuális problémát megoldani képes. Tehát rengetegen vannak olyanok, akik... Idők szavára hallgatom, és egy kicsit fiatalosodtunk, úgyhogy ez lett az új dizájnunk. Főoldal, Ecoszter, fontos információk, blog és kapcsolat. A főoldal az ugyanaz. Eljutottunk oda, amelyik a legnagyobb segítséget tudja nyújtani a kollégák. Így néz ki a webiroda belülről. A Credit Line Invest Service GmbH-nak a főoldalában. Először is szeretném Önöket szeretettel köszönteni, mind a magam, mint pedig Arfon Tamás portfelyvezetőnek, sajnos a mai alkalommal nem tudott jelen lenni. Úgyhogy én kaptam azt a megtisztelő feladatot, hogy néhány szóval bemutassam Önöknek a cégünket, illetve egy-két olyan új terméket, ami itt ezeken az üzleti esteken még nem került szóba. Szeretném bemutatni Önöknek a cég történetét. 1997-ben egyszemélyes vállalkozásként alakult, akkor az első partnerünk a Credit Anstalt volt. 2002-ben szerezte meg a cég a felvel álló szerződéses viszonyban, köztük túlnyomórész bankok, alapkezelő cégek, biztosítók, ingatlanfejlesztők és különböző részvénytársaságok szerepelnek. A filozófiájának két alapköve a biztonság és a szakértelem. Tehát mindenféleképpen arra törekszünk, hogy nagy szakértelemmel, független tanácsadóként az ügyfelek érdekeit figyelembe véve biztonságos befektetési lehetőséget kínáljuk. Az első termékre, amit a mai napon röviden szeretnék Önöknek bemutatni. Ez a fajta befektetési forma az ingatlan piacba történő befektetés biztonságát nyújtja az ügyfeleknek. Független a tőzsdei árfolyamok alakulásától, a részvénytermékről, amit most röviden szeretnék Önöknek bemutatni, ez az Augsburg Leasing terméke. Ez tulajdonképpen hasonlóan épül fel, mint az Eurogrund Invest termék, de egy nagyon érdekes befektetési lehetőséget takar. Fogadják nagy-nagy szeretettel a Marketing Szövetség alelnökét, Tóken úr. Nem, mert akkor már mesélnék ezt a viccet, hogy a mi az indiai nő és a magyar férfi között a különbség. Az indiai nőnek itt van a pöttye, a magyar férfinak még itt nincs semmi. Szóval itt egy könyvet, nem azért, hogy kihetsem, mert hogy kihetsem a kezemből, de itt velük láttátok a hatos könyvemet. Hoztam egy olyan könyvet, ami a mai nap témájáról szól. Ugye ma azt kérte tőlem a Gábor, ha lehet, hogy beszéljük egy kicsit az ellenvetések, kifogások kezeléséről. Ebben a könyvben 89 oldal erről szól. Tehát ha valaki megtanulja a kifogások kezelését ebből a könyvből, szerintem biztos ott fogsz tartani valaki négy-két lapát. Szeretném, hogyha tisztában lenni azzal, hogy neki nem a személyeddel van a baja, hanem egyéb más dolgokkal. Hidd el, az ellenvetések 99,9%-a az nem a személyed megsértődni. Tudod, mi az ellenvetés? Amikor az igazi elutasítás, amikor azt mondják, hogy fiam, meglátlak hányok. Hát ilyet nem mond senki. És mégis úgy néz ki, mintha ettől félnek az emberek, hogy ilyet nem mond senki. Senki. Valaki háromfajta ellenvetést szoktak az emberek mondani, ezt a háromfajtát kell jól tenni. Légy türelmes az ellenvetések kezelésénél, akkor te miért kell nekünk ezzel küzdeni? Mit kell azért csatázni, szkanderezni, mert valaki azt mondta, hogy ez a tény zavarja. Vagy hallott valamit, amiben ő is bizonytalan lesz. Hát még azt kell mondani, hogy figyelj, ha ezt hallottad, nagyon sajnálom, de szeretném, ha tudnád. A másik, hogy légy szíves, halld meg. Tehát ez a baj, amikor nem hallgatjuk meg, mert mondjuk, hogy ne is mondtad, amit akarsz mondani. Ez az övé, ez az ellenvetés. Ha nem hallgatod meg, nem is fogod megszélni olyan, hogy tanulni okosabbtól lehet, de bölcsességet magunknak kell megszerezni.